A mi hazánk azt üzeni Orbán Viktornak, hagyják békén a gyerekeinket. Gyermekeket megbélyegezni, zsarolni, hátrányosan megkülönböztetni, különösen aljas és kegyetlen cselekedet. A magyar kormány most mégis ezt teszi. Az iskolakezdés nem a gyerekekről, nem a pedagógusokról, nem a szülőkről szól, hanem az oltásokról. Vajon meddig még? Hiszen maga Orbán Viktor mondta, hogy az oltás mindent meg fog oldani. Most úgy tűnik, hogy mégsem. Arról ugyanakkor nem szól a kormánypropaganda, hogy az Egyesült Királyságban végzett kutatások kimutatták, 5-ször annyi gyermek lett öngyilkos a lezárások miatt, mint amennyiükre a vírus valódi veszélyt jelentett volna. Értük, ki vállal felelősséget. Az ő életüket ki adja vissza. Magyarországon a mi hazánk az egyetlen párt, amely kimondja, a későbbiekben semmilyen lezárást nem tudunk támogatni, mert ezeknek és az oltásoknak is vannak következményei. De ezt megpróbálják a szőnyeg alá söpörni, megpróbálják elhallgatni. De mi nem hagyjuk. Felháborító, hogy listázni kezdik az oltatlanokat. Látjuk, mire megy ki a játék, nem járhatnak egyetemre, nem dolgozhatnak az egészségügyben, sőt, el sem látják őket, hogyha valamilyen beavatkozásra szükségük lenne. Ki tudja, mi lesz a vége, ha nem teszünk valamit. Hát tegyünk! Ha téged is felháborít a zsarolás, a gyerekeink megbélyegzése, gyere el szombat délután 3 órakor Orbán Viktor hivatalához, a Mi Hazánk mozgalom tüntetésére, hogy megmutassuk neki, elég a zsarolásból, nem kérünk a kötelező oltásból.